Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban a Snowwolf TC kontrollos módjával fogunk megismerkedni, amit a GearBest-től lehet megvásárolni. Annyit érdemes a készülékről előjáróban tudni, hogy ez egy 200 wattos teljesítménnyel kecsegtet bennünket, és nézzük meg először közelről, aztán pedig eldurrantunk vele egy kazánnyi likvidet. Ebben a dobozban érkezik meg tehát hozzánk a Snowwolf, ami a dobozról is láthatóan egy TC-s mod. Mi derül még ki, még mielőtt kibontanánk? Hátul láthatjuk, ez a Snowwolf 200 wattos box modja. A méretei, a tetemes súlya 23 deka. Azt mondja, hogy a kimeneti feszültség az 0,5 volttól 7 voltig, a kimeneti teljesítmény 5-től 200 wattig, és 100 és 350 Celsius között, vagy 212 Fahrenheit-től 662 Fahrenheit-ig állíthatjuk, illetve hogy az ellenállásának, a tekerésünknek az 500 és 2,5 ohm között kell, hogy legyen. Ha kinyitjuk a dobozt, akkor láthatunk egy 30 napos garanciakártyát, hogy mire terjed ki a garancia, egy user manuált, kezelési útmutató. Mindenkinek javaslom, hogy olvassa át, mert a 200 watt az már nem az a kategória, amivel érdemes lenne felkészülés nélkül játszani. Azért egy pár szóban én is megemlítem, itt találhatjuk a dobozban a modot és semmi más. Kívülről, ha megnézzük, fönt láthatjuk, hogy egy rugós, középérintkezőjű csatlakozója van. Oldalt a Snowwolf 200 watt felirat, alul a nem kevés gázelvezető furat, és itt oldalt találhatjuk a tűzgombot, illetve a teljesítmény vagy hőfokszabályzásnál a plusz és a mínusz gombot. Nagyon impozáns egyébként kinézetre. Annyit érdemes róla tudni, hogy egy mágneses ajtó tartja a helyén, illetve a mágnes tartja az ajtót a helyén, és fordítva nem tudjuk rárakni, hiszen más a mágneseknek a formája, illetve ez a kis madzag sejemszalag segít nekünk az akkumulátorok kivételével. Ami fontos, kettő darab high drain aksit használjunk, és lehetőség szerint párban használjuk. A lehetőség szerint az inkább nem lehetőség szerint, hanem párban használjuk. Ugyanannyira merítsük, ugyanúgy egyszerre töltsük őket, máshoz ne használjuk, az a biztos. Ha ezeket az akkumulátorokat belehelyezzük, ugye lehet is látni, hogy plusz és ott a mínusz. Az elsőt így, a másikat keresztben így, rárakjuk az ajtót, és itt most semmit nem láthatunk, de megmutatom, hogy milyen az, mikor bekapcsoljuk, vagy belehelyezzük az aksit. A Laizmo feliratot látjuk, és a Snowwolf feliratot, és már is lehet látni gyönyörűen az új lenyomatokat, sajnos. Visszahelyezem az ajtót, és akkor még mielőtt bármit néznénk, egy pár szót a készülékről, magáról. A készülék rendelkezik alacsony feszültség elleni védelemmel, tehát nem fogjuk tudni az akkumulátorunkat túlmeríteni mély merülésbe.
rendelkezik fordított polaritás elleni védelemmel, ugye tudja a hőmérséklet szabályzást, alacsony ellenállás elleni védelem, tehát rövidzár védelem is helyet kapott benne, túlmelegedés elleni védelem is van, tehát minden, amit már megszoktunk egy hasonló kaliberű készüléknél. Ahogy kivettük a dobozból, megnyomjuk a tűzgombot, és ezzel be is kapcsoltuk, de még mindig zsebzár funkció aktiválva van, nagyon jó. Kapcsoljuk ezt ki, 1, 2, 3, 4, 5, be van kapcsolva, de kiírja, hogy nincs rajta semmilyen kazán. Ezt a hiányosságot most pótoljuk. Így, né? És ahogy látjuk, elkezdte először a temp control üzemmódban kiírta a hőmérsékletet, és lejjebb is vette a teljesítményt, majd miután észlelte, hogy itt az ellenállás nem változik, pár másodperc múlva visszaállt VV üzemmódba, és a már beállított értékkel izzítja a kazánt. Hogyha ezt a kazánt most levesszük, hiszen ugye ez a készülék tudja a hőmérséklet szabályzást is, és rátekerünk egy NIK200-as húzallal megtekert kazánt száraz vattával jelen esetben, és semmit nem állítunk rajta, csak megnyomjuk a tűzgombot, nézzük csak. Hopp, és ki is írta, új atomizer, új tekerés, igen. És le is mérte, helyes az adat, 11 század ohm. Én ezt most beállítom, és akkor már láthatjuk is, hogy lehet. Ugye itt két értékünk van, teljesítmény és a hőmérséklet. Most a teljesítményt tudom szabályozni, 14 watt. Megnyomom egyszerre a pluszt és a mínuszt, és abban a pillanatban elkezd a Celsius kijelző villogni. És már is hőmérséklet szabályzásban vagyunk, és hopp! Abban a pillanatban, ahogy elértük a 100 fokot, és mennénk még lejjebb, átvált Fahrenheitre. Ha itt ugyanúgy megnyomjuk megint a mínuszt, visszavált Celsiusra, maradjunk is ebben. Ezt szoktuk meg. Fölteszem 200 Celsiusra, és izzítunk. És ahogy látjuk, működik is. Szépen szabályoz. Nem égeti meg a tekerésünket. Amit érdemes róla tudni. Maga a készülék ugye 200 wattig használható, bődületes szám ez a 200 watt, és nem is minden kazánnal tudja ezt magából kiadni. Most, amit ráraktam, ismét megkérdezi, igen, ez új. Ez egy 68 század ohmos tekerés, semmi extrém, és ezt bátran gőzölhetem mondjuk én 21 watton. Ahogy láthatjuk, itt tized léptékenként haladhatunk, és egészen elmehetünk ebben a tized léptékben borzasztó lassan, 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 egészen 49, 7, 9, 50, és 50-től 5 tizedes léptékenként haladhatunk egészen 100 wattig, 100 wattól fölfele pedig wattos, 1 wattos lépésekben tudunk haladni. Egészen 200 wattig. 200 watt. Ízlelgessük ezt a 200 wattot, mert ez nagyon sok, és ugye ehhez megfelelően alacsony ellenállásra van szükségünk. Van itt egy kazán, ami pont nem felel meg ennek a célnak, de van annyira régi a tekerésem benne, hogy ezt beáldozom, és meg is csepegtetem egy kis likviddel, attól függetlenül, hogy nem fogjuk tudni ezt
értékelhető és élvezhető módon használni. A következő miatt, mert ugye ha megnézzük, mondjuk fölveszem 150 wattra, megint érzékelte, hogy új tekerés, 150 watt, és most pirít, remélem halljátok a hangját. Ha már 151 wattra állítanánk, akkor ott megjelenik egy P betű. Ez a P betű jelzi azt, hogy pulzus üzemmódban fogja izzítani. Azt beszéltük meg Blackivel, hogy egészen olyan a karakterisztikája és a hangja is, minthogyha ilyenkor PWM üzemmódban használnánk a készüléket, és megszaggatná az állandó feszültségünket. Hallgassátok csak, és a gőzét is nézzétek, mert ott is gyönyörűen lehet látni. Halljátok ezt a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. És hogy miért nem ajánlom én ezt senkinek 200 watton használni, még ilyen ellenállással sem. Nézzétek, mi történik vele. És ez nem volt hosszú, mindössze egy 4-5 másodperces izzítás. Senkinek nem hiányzik, hogy az arca leégjen. És milyen büdös éget szaga van. Egész más a hangja 150 watt alatt. Ezt le is vesszük róla, mert teljesen életszerűtlen a dolog. Amit fontos tudni, hogy a TC az csak nikkel húzallal működik, és a kijelzője, ahogy láthatjuk is majd nem sokára, 20 másodperc után elhalványul, és 30 másodperc után ki is kapcsol a kijelzője. Most halványult el, és még ha várunk 10 másodpercet, akkor teljesen kikapcsol. Hogyha megtörtént ez a kikapcsolás, akkor utána tűzgomb, ugye most nincs rajta semmi, de ugyanúgy folytathatjuk a gőzölést. Hogyha 30 percig nem nyúlunk a készülékhez, tehát nem nyomjuk meg a tűzgombot, az elsütő gombot, ki hogy szereti hívni, akkor kikapcsol. A kikapcsolás az azt jelenti, hogy ebbe az állapotba kerül, és hogyha ezt megnyomjuk, akkor újra látjuk a Laizmo, Snowwolf feliratot, és a zsebzár funkció ismét aktív lesz. Hogy miért fontos ez? Amint az előbb láttátok, ráteker az ember bármilyen kazánt. Teljesen mindegy, hogy milyen kazánt. Ha rátekeri és izzít, akkor egyből, tehát a kikapcsolás után, a készenlétből, mikor visszahozzuk, ő mindig tempkontroll módban folytatja. Amit láthatunk is, hiszen ez nem 46,9 lesz, hanem leveszi hopp majd 2-3 wattra, figyeljük meg. És ott kapcsolt be, de én ezt vissza is veszem, mert ez a kazán ez nem erre van méretezve. Úgyni. És innentől kezdve már el fog tűnni nekünk itt a hőmérséklet, hiszen nem temp módban vagyunk, csak varivat módban, és így csak a teljesítmény az, ami számít nekünk, egészen addig, amíg megint ki nem kapcsol, vagy le nem megy készenléti módba, akkor ezt megint el fogja játszani, vagy ha kazánt cserélünk. Ami még fontos, bár ez csak az ára, ez a készülék jelen pillanatban a GearBest-en le van akciózva, és 118 dollár körüli árról most 92,93 dollár, természetesen, ahogy Kínából megszoktuk, ingyenes szállítással, 45 napos csere, garanciával és 360 nap, tehát körülbelül egy év javítási garanciával. Amit még meg tudunk nézni, és ahhoz kiszedem az akkumulátorokat, és eltávolítom a csavarokat. És innen ezt a kis lemezt eltávolítom. Akkor látjuk meg.
magát az elektronikát. Láthatjuk, hogy sorba vannak kötve a akkumulátorok, tehát itt jön a mínusz, itt megy végig, itt a kettő sorban, itt a plusz, és az megy tovább a csatlakozó. Hát itt lehetne szebb is a forrasztás, nem ez a göbös forrasztás, ahogy ül a nyákpanelon, illetve itt az 5-10 csatlakozóra, ahogy rá van forrasztva, de úgy látom nem sajnálták ki belőle sem a forrasztanyagot, sem a kábeleknek a vastagsága nem hagy kívánni valót maga után, hát természetesen ezek vékonyak, hiszen csak elektronikától mennek a kijelzőig és vissza. Egyébként a belső összeszerelésével semmi problémát nem láttam, mindegyik alkatrész ül a helyén, ahol kell, itt még pluszba a forrasztás le van szigetelve, és úgy támasztja meg ezen a csavar a oszlop tuskón magát, tehát a panel az áll, mint katiban a gyerek. Szereljük össze, és nézzük meg, hogy hogy lehet vele gőzölni, és mekkora gőzt ad. Megismerkedtünk vele közelről, nézzük most meg akkor működés közben, hogy teljesít a Snow Wolf. Én ehhez először egy Big Tank tankos rendszerű kazánt hívok segítségül, és 22 watton fogom pirítani. Lássuk! És mindez 22 watton, még egyszer jegyzem meg. Tegyünk rá egy másik kazánt, és akkor ejtsük meg a TC-nem TC kazán csere projektet is. Ez egy aromamizer lesz, és nikkel húzallal tekertem meg. Ráhelyeztem az új kazánt, megnyomom a fűzgombot, és ki is írja, új atomizer, yes, no. Természetesen yes, és ugye megnyomom a plusz-minuszt, átállítom a hőmérsékletet, legyen 210 fok, és maradjunk 22 watton, 0,11 század ohm az eredője, lássuk. Teszi a dolgát, és ahogy nézem, szépen le is szabályoz. Egyébként kipróbáltam szárazon is, ugye itt az előbb a közeli képen, és ott is látszott, hogy rendesen végzi a dolgát a készülék. Visszahelyezem rá a Big Tankot, és még egy kicsit ezzel gőzölgök, és aztán kimondom a verdiktet. Megint megkérdezi, hogy új a kazán, persze, hogy új az előzőhöz képest. És most át is álltunk varivat üzemmódba. Közben itt a tekergetések miatt elállítottam, és azért fütyül ennyire. Patent kis készülék. Na, akkor nézzük a pro és kontra érveket, illetve mondjuk ki a végső verdiktet. Na, letekerem a kazánt, hogy objektíven tudjak szemlélődni ezen. És haladok fölülről. Ami nekem kontra lesz először. Ami kontra, hogy ez tökéletesen síkban van az 5-10 csatlakozó a készülékkel, és látszik is, pedig nagyon óvatos voltam, hogy már egy picit meg is karcolta a ráhelyezett kazán magát a mod készüléket. A következő kontra az a súlya és az anyaga. Az első és a hátsó lap az érzésre üveg.
Márpedig, hogyha ezt leejtjük, akkor vagy a lábunk törik el a súlya miatt, vagy az üveg. Nem egyszer volt az, hogy rajta volt a Big Tank, és elborult az asztalon, pedig aztán tényleg vigyáztam rá, elborult az asztalon, és a Big Tankot is féltettem, mert ugye a plexi volt rajta, illetve a készüléket is, mert akkorát csattant. Következő kontra, ez nem akkora vészes probléma, a hátsó ajtó az egy kicsit oldalirányban kotyog. Nem nagy truváj, de ez is egy észrevétel részemről. És még egy negatívum, ez már csak a személyes véleményem, hogy ez a 200 watt igazából nem 200 watt, illetve hát ki tudjuk szedni belőle a 200 wattot, hogyha megfelelően alacsony ellenállást tekerünk rá, és ugye 150 watt fölött azért bejátszik ez a pulse üzemmód, ami inkább érzésre, fülre, meg egyébként is beszéltünk pont erről a modkészülékről Blackivel, ez nagyon olyan, mintha PWM üzemmódban megszaggatnánk az állandó feszültségünket, és nem is az, mint régen mondjuk a Z-Maxnál az a 33 Hz körüli, sokkal alacsonyabbnak hallja az ember, látszott is a közeli videóban, hogy ez a pa-pa-pa-pa-pa-pa, hát ilyen 10-15 Hz környékére satszolnám fülre, de hát ez tényleg nem mérvadó, hogy az én fülem hány hercet érez. Nem is igazán használok olyan kazánt, amit 150 watt fölött kéne használni, és nem is látom értelmét, de na, hát van olyan, akinek 100 watt fölött kezdődik az élet, én nem ezek közé tartozom, tehát ez is egy apró negatívum. Térjünk át a pozitívumra. De előtte, és ez most jutott eszembe, elnézést, hogy csapongok, negatívum lehet még valakinél maga a felület. Tehát az, hogy ilyen szép fényes, az addig fényes, míg a fóliát le nem húzzuk róla, utána ez egy borzasztó új lenyomat gyűjtő felület lesz, és bárhogy törölgeti az ember, az új lenyomat rajta marad. Na, most már tényleg térjünk át a pozitívumra. Nagyon jó, és pont megfelelő erősségű ez a mágnes ajtó, és a akkumulátor fészek is nagyon ügyesen ki van alakítva ezzel a szalaggal, ami benne található, könnyen kihúzhatjuk az akkumulátorokat. A gomboknak a kialakítása, elrendezése parádés, még a szélük is egy picit le van csapva, hogy ne vágja az ember ujját. A középérintkezője rugós, úgyhogy minden kazán illeszkedni és érintkezni fog megfelelően a játékosunkkal. Ami, és hogy kimondom a végső szót, hogy kellene-e vagy sem, ami nekem még nagyon pozitívum volt, az az, hogy igazából nem kell foglalkoznunk azzal, hogy milyen kazánt tekerünk rá, hiszen ő, ahogy kazánt cserélünk, egyből megkérdezi az első izzításnál, hogy most új kazánt tettünk-e föl, és automatikusan minden esetben TC módban kezd. És hogyha ő érzékeli, hogy nincs olyan ellenállás változás, ami a nikkel húzalnál indokolt lenne, akkor 2-3 másodperc után automatikusan átvált a normál varivat üzemmódba. Ez szerintem egy tök jó tulajdonság. Az viszont lehet, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, hogy ha készen létbe megy 30 perc után, akkor ugye az tök jó funkció, hogy a zsebzár az bekapcsol, viszont utána minden egyes alkalommal először TC módban fog kezdeni a készülék, és utána fog visszaváltani varivat üzemmódra. Ez egy ilyen kis apró használatbeli észrevétel, de nem tudnám ezt a negatív közé sorolni. Viszont, hogyha döntenem kéne, hogy
megveszem-e ezt a készüléket ennyiért, akkor én mindenféleképpen úgy döntenék, hogy igen, nekem ez tetszik, nem azért, mert 200 watt, hanem a kinézete, a kialakítása, az, hogy az akkumulátor üzemidő 22 watt volt, röhögve megcsinált másfél napot a készülék, és utána is bírta volna még, csak mondom már, most már biztos lecserélem, mert éppen indulni kell valahova, és nem szeretnék menet közben akkumulátort cserélni, tehát a másfél-két nap az minden gond nélkül ezzel a teljesítménnyel, ezzel az ellenállással, ugye 0,7 ohm volt, és ezt hajtottam 22 watton, tehát a végső verdikt az az, hogy nekem egy nagyon kellemes kis készülék volt, a súlyát ugye szokni kell, de kárpótolt a teljesítmény, az üzemidő és a kidolgozottsága a készüléknek. Remélem tudtam segíteni ezzel a videóval nektek. Találkozunk a következőben. Sziasztok!